ez a Talpra Magyar. Ébredj ma is a Petőfi Rádióval. Kívánok egy kellemes reggelt, 7 óra 41 a pontos idő, és közben egyébként két dal alatt gyakoroltam relaxációs gyakorlat, csak így a bevezetőmben a beszédközpontom megviccelt. Egyébként olyan relaxációs gyakorlatról beszélünk, amit nem feltétlen hallottatok már. Sokat hallunk egyébként különböző streaming oldalakon is olyan gyakorlatokról, ami felnőtteknek jó, kicsit lelassítja a szívverésünket, hétközben különböző meditációs gyakorlatok vannak. De mi a helyzet a gyermekekkel? Olyan keveset foglalkozunk velük, hogy az ő lelki állapotukkal mi a helyzet? Egy húzósabb nap után, vagy akár egy komoly trauma után. Nyugi Manó projekt egyébként, amiről beszélgetünk, és csak hogy mindenki kicsit el tudjon szellemülni, mutatok egy rövid részletet abból a hanganyagból, ami egyébként ingyenesen elérhető már a netes felületeken. Közben pedig egyébként élőben vagyunk Facebookon és Instagramon, Facebookon és YouTube-on, úgyhogy lehet minket követni a streamingen keresztül is. Mutatom már is, hogy miről beszélünk a következő percekben. Ma is sikerül valamit megoldanod. Büszke lehetsz, ha olyasmit is megtanulsz, amihez amúgy semmi kedved. Néha ijesztőek az újdonságok, de egyben izgalmasak is. Nem számít, mi történt, minden helyzetben szeretlek. A legjobbat nyújtod, mindent megteszel, amit csak tudsz. Bíz magadban, én bízom benned. Majros Rita hangját hallottuk egyébként, kolléganőm is részt vett ebben a projektben. A stúdióban pedig itt van velünk közben Kovács Tamás, a Pécsi Tudományegyetem oktatója, életvezetési tanácsadó és a Nyugi Manó projekt társszerzője. Szervusz, üdv a reggelben, jó, hogy itt vagy. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, illetve azt, hogy beszélünk egy kicsit a gyerekekről. Hogy így a felvezetőmben, igen, hogy pontosan erre gondoltam, és egyébként tényleg így miközben beszéltem, világosodtam meg, hogy annyi meditációs gyakorlat van, annyi relaxációs program, amit hallgathatunk, és tényleg beszélünk itt nagy felnőtt dolgokról közben, mit engedje, mit ne engedje, de a gyerekek nyelvén nagyon kevesen beszélnek. Segítesz nekem, Tamás, hogy honnét jött ez a projekt, vagy mi volt ennek az origója tényleg? Ez pontosan innen jött, egy korábbi kajakos sporttársam keresett meg, Spingár Petrának hívják a hölgyet, hogy szakdolgozatában a gyerekeknek a stressz oldását vizsgálja, és elkezdtünk keresni, hogy akkor milyen megoldások vannak, milyen relaxációs gyakorlatok vannak, és kiderült, hogy hát elenyésző. Tehát valószínűleg a felnőtteknek is azért kell ennyit hallgatni, mert gyerekkorban kevés volt. Igen, igen. És a Petra végzett kidolgoztunk egy kutatási módszertant, elvégeztünk egy kutatást, és kiderült az, hogy közel 20%-a a gyerekeknek konkrét tünetekkel megy minden áldott nap iskolába. Hasfájás, izgulás, nyugtalanság, és egy csomó dolog. És elkezdtünk gondolkozni, mert, hogy oké, hogy ezt most föltártuk, és elkészül ez a szakdolgozat, de mi van ez után? Mi lenne, hogyha csinálnánk valamit, ami egy konkrét eszköz, és ami tud segíteni? És ez volt az alapötlet. De nem az van, hogy, és most direkt kötekedek egy picit, a szülők is kevesebbet beszélgetnek a gyermekekkel a modern háztartásokban? Most bocsánat, hogy ezt mondom. 7 perc az átlag, Dávid. 7 perc az átlag. Amennyit egy szülő általában a gyerekebe... Ez egy megdöbbentő. Na, mert hogy erre gondoltam, hogy nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy régen sem volt Nyugi Manó program, mégis felnőttünk, de hogy talán egy picit azért, hogy mondjam, komolyabb volt a kémia a szülő és a gyermek között, és itt nyilvánvalóan a jelenlevők mindig kivételek, de hogy nagyon könnyen el tudunk csúszni egy-egy probléma fölött, bezavarni a szobába, odaadni az elektromos eszközöket, már köszönjéket pattogtatok, de hogy valami szükség van ezekre a programokra, ez nem egy ilyen, hogy mondjam, modern időkbe átültetett pótszülő ez a projekt? Nagyon nem. Az alapgondolat, és ezen fölhívom a figyelmet, hogy itt azért egy 80% van, ahol rendben van minden. Ezek a szavak, ezek a gondolatok, amiket mi összeállítottunk, ezeket a gondolatokat a szülők mondják a gyerekeknek, gyakran hallják ezeket a gyerekek. Viszont, ugye, ahogy említetted, pár évtizeddel ezelőtt, hogy mi is felnőttünk valahogy. Na most biztos, hogy az a minta, ahogy mi felnőttünk a betonházak között kulcssal a nyakunkban, vagy a hetedik határban, vagy úgy, hogy kevésbé foglalkoztak velünk, vagy esetleg tudunk egy kicsit magasabb szintet adni, egy magasabb szintről indulni. Ez az anyag segítség amúgy a szülőknek is. Tehát beletettünk olyan gondolatokat szándékosan, amiket gyakran nem mondunk ki. Tehát például az, hogy ha elrontottál valamit, megpróbálhatod újra, vagy nyugodtan lehetsz mérges, vagy egy csomó olyan gondolat, hogy szeretlek például, ami lehet, hogy elsikkad, és nem halljuk meg. Az, hogy teljesen normális az, hogy nyugtalanság van bennem. Tehát gondoljunk egy kicsit bele abba, hogy csak egy egyszerű nap, itt a nyár, hogy elmegyünk egy strandra. Mennyi stressz faktor ér minket?
Az úton... Például, hogy nem lett meg a Beachbody idén nyára. Hát azért a 7 percért, ugye most jött szembe ez a mém pont, hogy én azért a 7 napért inkább elviselem azt, hogy beszóljanak, mint sem, hogy szenvedjek a konditerembe. De fordítva, tehát mondjuk egy lángosnál, egy indulj, egy siess, egy hajcsán, egy persze. Kisgyereknek biztonságra van szüksége. Biztonságérzete van szüksége. A biztonságérzetet azt a környezet adja meg, és az nem abból fakad elsősorban, hogy milyen eszközöket használunk, hogy milyen kütyük vannak, ahogy az elején említetted, hanem a biztonság az, hogy bízom benned, és nyugalom vesz körül. És a nyugalom az, ahol döntést tudunk hozni, megfelelő döntéseket tudunk hozni, és sajnos a nyugalom az, amiből egyre kevesebb van. Itt van velünk a vonalban egy anyuka, a titulus mellett lehet, hogy még más is hozzátehetünk majd. Őt Magenheim Jucának hívják, aki alkalmazza ezt a technikát, ezt a Nyugi Manó projektet. Egyébként még egyszer mondom, ingyenesen elérhető a videó megosztón. És itt is van velünk a vonal túlsó végén, hogyha minden igaz. Szervusz, Juca, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Juca vagyok. Nagyon szépen köszi, hogy csatlakoztál a reggelünkhöz. Ugye nyilvánvalóan, vagy bízom benne, hogy követted a beszélgetést eddig, ugye itt volt egy kis bejátszó is ebből a programból. Nekem az alkalmazása lenne az első kérdésem, hogy hogyan alkalmazott te, vagy akár a gyermeked, ugye Tamás így mondta nekem adáson kívül, hogy felnőttek is használják egy-ketten. Neked miben segített, és hogyan alkalmazod a Nyugi Manó programot? Mi 3 hete kaptuk ezt a programot egy barátunktól, és azóta hallgatjuk a 8 éves nagylányommal. Szerintem egy fantasztikus. Én úgy érzem, hogy a mai gyerekek ezt a rögtön, de azonnal mindent világukat élik, és a felnőttek is, és ők is rohanunk. Úgyhogy mi imádjuk ezzel kezdeni is a napunkat, hogy bekapcsoljuk, lefekszünk egymás mellé, hallgatjuk, és már pozitívan indul. Imádjuk a napunkat befejezni is vele, hogy tényleg 3 gyerekkel, 2 éves ikrekkel, tök jó az, hogy összebújunk, és a 2 évesek is hallgatják, és kicsit lelassulunk, megnyugszunk, mert azt gondolom, hogy a mai világban tényleg erre a lelassulásra, a befelé figyelésre nem csak a felnőtteknek, hanem sajnos a gyerekeknek is szükségük van, és eddig ezzel tényleg senki nem foglalkozott. Tök őszinte leszek, hogy én magával a meditációval nagyjából egy ilyen 2 éve találkoztam először, amikor volt már türelmem, és nem tudom, érkezésem arra, hogy leüljek és meghallgassak egy ilyet. Elején nagyon bénán éreztem magam, főleg, hogy egy olyan zajból jöttem a haverjaimtól, hogy ez egy teljesen fölösleges dolog, és most már tudom, hogy ennek micsoda ereje van, de hogy a gyermekek hogy reagálnak erre, ez volna a kérdésem, hogy miután kinyitja a szemét a 8 éves gyermeked, ugye azt mondtad? Igen. A 8 éves gyermeked utána ott mit tapasztalsz rajta tényleg, hogy adjunk már valami kulcsot azoknak a kezébe, akik ezt nem tudják elképzelni? Először kinevetett. Őszintén megmondom, hogy dehogy anya nem, és utána, amikor együtt csináltuk, és már naponta, minden nap többször hallgatjuk, ugye szárnyal azóta a gyerekem, én úgy gondolom, hogy sokkal több önbizalma van, végre nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, mikor kötelezőt olvassuk, hogy ez úgyse fog nekem a suliba sikerülni, hanem végre pozitív, hogy igen, tök jó, alig várom már az iskolát, így a nyár közepén is, úgyhogy megölelget, megszeretget utána. Tehát nagyon jó az, hogy tényleg, amit a Tamás is mondott, hogy szeretlek, fontos vagy, és hiába mondjuk, ez egy annyira jó megerősítés, hogy 8 percig csak a pozitívat tolod a gyereknek, vagy hát tolja ez a meditáció, hogy szerintem fantasztikus. Figyeljetek, a Nyugi Manó program az a modern családok ópiuma, én úgy hallom, tehát hogy konkrétan Juca hangjában olyan nyugalom van most éppen, hogy kérek belőle én is, tényleg így a reggeli műsor előtt, mi is feküdjünk itt le a földre a Petőfi Rádió stúdiójában, és hallgassuk meg a Nyugi Manó programot. Tamás, mi a cél? És mi a továbbfejlesztési lehetőség ebben a projektben? Ugye most egy anyag van fenn, segíts nekem, nagyjából 20 perc? Van egy bevezető, az 3 perc, illetve 8 perc. 8 perc, még annál is rövidebb. Nagyon rövid. Mi ennek a folytatása? Kaptunk megkereséseket, én nekem most párás lett a szemem, őszinte megmondani, hogy álmomban nem álmomban nem gondoltam volna, hogy ez egyáltalán bárkit is érdekelni fog ez a sztori. Igazából jött néhány megkeresés, és olyan verziókat, ahol nincs alatt a zene, csak a megerősítések mennek, hosszabbított verzió, ami mondjuk több órán keresztül akár alvással lehet,
illetve a szubliminális rész, ahol halkan szól a megerősítés az emberi fül számára nem hallatóan, és akár egy ilyen alvós bébizene alá betenni. Egy jó fejezaj. Így, abszolút. Hát mondjuk az én hangommal, de mindegy, így jártunk, ez van készleten. Szerintem működik. Így, köszönöm szépen. Úgyhogy ezek még föl fognak kerülni, és használja mindenki, aki tudja. Akár ahogy a bevezetőben van, hogy órák előtt is be lehet játszani, hogy a gyerekek egy kicsikét megérkezzenek, akinek amilyen kedve van, amihez kedve van, és hogyha van ötlet, vagy gondolat, akkor természetesen írjanak, és meg fogjuk csinálni, hogyha ezt hasznosnak tartják az emberek. Nagyon szépen köszi, Jucca, hogy csatlakoztál, kösz, hogy itt voltál, és sok-sok nyugi manót kívánok neked, meg a gyerekednek is, minden jót! Köszönjük, sziasztok! Köszi szépen! Neked pedig legalább ekkora köszönet, hogy elhoztad ezt nekünk, hogyha lesz part 2, ahogyan egyébként a streaming oldalakon, akkor nyugodtan promózz be, itt szerintem az ilyenre szükség van a világnak. Jobb hely lett egy fokkal tőletek. Kösz szépen, hogy itt voltál! Hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm! Ez a Talpra Magyar! Ébredj ma is a Petőfi Rádióval!